Jó estét kívánok! Hosszú hónapokig készül az a költségvetés tervezet, amely elfogadását követően a város működését biztosítja, és amelyet egy év alatt többször is módosít a képviselőtestület. A gazdálkodásunk a családban is úgy történik, hogy számba vesszük a tervezett bevételeket, és ezt követően döntünk a kiadásokról. Így dolgozik az önkormányzat is, csak sokkal több a feladat, amire biztosítania kell a fedezetet azért, hogy a városlakók biztonságos, komfortos környezetben élhessenek. Közérthetően a költségvetésről. Ez a mai beszélgetés célja, a vendégem pedig Szabó Péter, a várospolgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Minden paksi költségvetésben jellemzően a beruházások mellett az intézmények fenntartására fordított keret a legjelentősebb összeg a kiadási oldalon. Köszönhetően többek között annak, hogy nagyon sok önként vállalt feladatot is vállal az önkormányzat. Idén mekkora lesz ez az összeg? Amelyeket az intézményekre fordítunk, az közel 3 milliárd forint, és több mint 3 milliárd forintot fogunk az intézményeink magas színvonalú fenntartása érdekében fordítani a költségvetésből. Egyébként a költségvetési főösszeg az körülbelül 25 milliárd forint lesz, de ez is ugye nagyon sok tételből adódik össze. Ezt többször elmondtam már, hogy ez soknak tűnik, de hogyha lecsupaszítjuk, akkor ez már körülbelül egy olyan 13-14 milliárd forintot jelent. De visszatérve az eredeti kérdéséhez, az intézményeink működtetése, fenntartása, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos feladat, hiszen ezekben az intézményekben egyrészt a mi gyermekeink járnak, a mi gyermekeink látogatják ezeket az intézményeket, másrészt pedig ugye mi paksiak is ezeket a közintézményeket használjuk kulturális tevékenységeink során, vagy akármilyen sport tevékenységeink során, úgyhogy ezeknek a fenntartása, működtetése elsőrendű feladat, és hogy az előbb mondtam, azért eléri, sőt több mint 3 milliárd forintot fordítunk ezeknek az intézményeknek a fenntartására. Milyen az arány az önként vállalt és a kötelező feladatok között? Mi az, ami kötelező egy önkormányzat számára? A magyar országi önkormányzatokról szóló törvény ezt azért szabályozza. A 13. paragrafusa állapítja meg azokat a kötelező feladatokat, amelyeket minden önkormányzatnak el kell látnia. Ezek alapvetően ilyen alap feladatokat jelentenek egyébként, vízi közműszolgáltatásnak a biztosítása, az egészséges ivóvíznek a megteremtése, aztán a hulladékgazdálkodás, de hogyha az intézményeinkről beszélünk, akkor ott az óvodai ellátást emelik ki csak az önkormányzati törvény, tehát az önkormányzatnak mondjuk csak az óvodáit kellene fenntartania, aztán a köztisztaság megteremtése, a parkoknak a karbantartása, a közterületnek a karbantartása és tisztántartása tartozik a kötelező feladatok közé, nyilvános könyvtári tevékenységnek a biztosítása, vagy szolgálatnak a biztosítása, tehát alapvetően ilyen alapfeladatokat határoz csak meg az önkormányzati törvény. Még bocsánat, azért itt megemlíteném, az talán az egyik legfontosabbat, az egészségügyi alapellátásnak a biztosítását. Ezt majd nagyon fontos megjegyezni, hogy itt csak az alapellátásról van szó, illetve még ezt kiegészül a kötelező feladatok a szociális ellátásnak a biztosításával. Hogyha már az egészségügyet említette, talán ez az a terület, ami minden paksi polgárt érint. Mi az, amit az alapellátáson felül biztosít önként vállalt feladatként az önkormányzat? Hát igen, az alapellátásban ugye alapvetően csak a házi orvosi szolgálat, a gyermekorvosi szolgálatnak a biztosítása tartozik. Ezen felül azért látható itt Pakson, a Paksi Gyógyászati Központnak a működése kapcsán, hogy ezen felül azért mi rengeteg egyéb
szolgáltatást biztosítunk a paksiak számára, tehát itt a szakellátásra gondolok, hogy az alapellátás akkor csak házi orvos, gyermekorvos, a szakellátás pedig minden, ami ezen felül található, akár a röntgen, sebészet, egynapos sebészet, tehát itt a Paksi Gyógyászati Központban ugye már erre is lehetőséget tudunk biztosítani, tehát sok-sok egyéb egészségügyi szolgáltatással egészül ez ki. Azt azért szeretném elmondani, hogy a terveink szerint idén is, tehát a 2019-hez képest 2020-as esztendőben idén is szeretnénk, hogyha emelkedne az egészségügyi ágazatra fordítandó költség a nagy kalapból. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 14,2%-os emelkedést szeretnénk megvalósítani. Ez egyébként szakilag azt jelenti, hogy 1,6 milliárd forintot fordítunk a Paksi Gyógyászati Központ működtetésére, fenntartására. Nyilván ebben azért benne van az OEP finanszírozás, amit ugye az állam finanszíroz, de ez mindössze csak 562 millió forint, tehát ha jól számolunk, akkor több mint 1 milliárd forintot tesz hozzá Paksváros önkormányzata ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás Pakson ilyen magas színvonalon valósuljon meg, amit nem csak mi mondunk magas színvonalúnak, hanem a Paks 2-es beruházás kapcsán jártak már Pakson az EMMI-től, tehát az egészségügyi államtitkárságtól, azon belül az EMMI-n belül az egészségügyi államtitkárságtól, felmérték nyilván itt a környező településeken az egészségügyi ellátást, Szekszárd, Kalocsa, Paks vonatkozásában, hát is Paksról az egészségügyi államtitkárságnak nagyon jó véleménye volt, hogy igen magas színvonalon működtetjük országos viszonylatban is, de talán én megmerem kockáztatni azt, hogy nemzetközi viszonylatban is a Paksi Gyógyászati Központot. És szerintem mindenképpen beszéljünk egy kicsit arról, hogy itt nem csak a működésre biztosít az önkormányzat költséget, hiszen tavaly is például két rendelőintézet felújításáról döntött, és erre is biztosított forrást. Idén is vannak olyan például eszközbeszerzésre vonatkozó terveik? Egyrészt eszközbeszerzésre, így igaz, tehát ugye dr. Bodnár Imre főigazgató úrral és az ő szakembereivel a költségvetés elfogadása előtt az elmúlt egy hónapban, sőt elmúlt két hónapban folyamatos egyeztetések zajlanak, de nem csak az egészségügyi ágazattal, nem csak a Paksi Gyógyászati Központtal, hanem a egyéb intézményeinkkel is természetesen. Tehát a velük történt egyeztetést követően mi az általuk összeállított szakmai vélemény, szakmai igényeket természetesen megvizsgáltuk, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk is. Ahogy az előbb mondtam, igen, emelni szeretnénk a támogatást 14%-kal, ebbe beletartoznak az eszközbeszerzések is, hiszen a röntgengépek, amelyeket a Paksi Gyógyászati Központban használnak, azok már eléggé elavultak, 17 éves eszközökről van szó, azoknak már a cseréjéről kell gondoskodni, és ezt is szeretnénk idén megvalósítani. Csak hozzávetőlegesen mondanám azért, hogy a tévénézők is tisztában legyenek egy ilyen eszköz beszerzéssel, ez több mint 200 milliós beruházás egy ilyen komoly röntgengépnek a beszerzése. De ezen felül, az eszközbeszerzéseken felül szeretnénk tovább folytatni a infrastruktúra fejlesztést is, tehát a két rendelőintézetről már beszéltünk. Az egyikben csak az első emelet lett felújítva, a Barátság úti rendelőintézetben, ott a földszinten is szeretnénk folytatni, illetve olyan állapotba hozni a Barátság utcai rendelőintézetet, hogy az méltó legyen Paks városához. Országos probléma az orvoshiány, és 2019-ben is beszélnünk kellett arról, hogy ez a probléma ugye megjelenik itt Pakson is. Mit tud tenni, mit tesz az önkormányzat azért, hogy az ügyeleten legyenek orvosok, legyenek házi orvosok és szakorvosok is minden rendelőben? Azt, amit az előbb elmondtam, én azt gondolom, hogy nagyon fontos a forrás megteremtése elsősorban, ezért mi mindent megteszünk. Másodszorban pedig nagyon fontosnak tartom a szakmai egyeztetést megint csak a Gyógyászati Központnak a szakembereivel, főigazgató úrral, hiszen mi kitalálhatjuk itt a testületben, hogy majd ilyen ösztöndíj program, meg olyan ösztöndíj programot szeretnénk megvalósítani, de én azt gondolom, hogy ezt nem nekünk kell kitalálni képviselőknek, hiszen egyikünk sem, vagy polgármesternek, hiszen egyikünk sem ért olyan magas színvonalon az egészségügyhöz, mint mondjuk a szakemberek, és igen, elindult egy ilyen vizsgálat.
egy ilyen tanulmánynak a készítése a Paksi Gyógyászati Központ égisze alatt, amely azt vizsgálja meg, hogy hogyan tudnánk valóban ezeket az egészségügyben dolgozókat ide csábítani, Paksra, főleg a hiány szakmákat. Tehát ők már azt vizsgálják, hogy nem úgy általában ösztöndíjprogramot indítani, hanem célzottan az orvosi szakmán belül is, az egészségügyi oldalon belül is csak kimondottan azokat a hiány szakmákat megcélozva majd ezzel az ösztöndíjprogrammal, amelyekre itt Pakson szükség van. Ezt nyilván az egészségügyi központban tudják a legjobban, hogy mire van szükség. Őket megcélozva, őket ide csábítva, a megfelelő feltételeket kidolgozva, tehát zajlik ez a program. Én azt gondolom, bízom a szakembereinkben, és megtalálják majd a megfelelő megoldást arra, hogy itt megteremtsük hogy mi elkerüljük az orvoshiányt. Egyébként már eddig is mindent megtettek ennek érdekében. Jelenleg is, tavaly is, idén is én azt gondolom, hogy megfelelően fognak működni az orvosok, illetve tudjuk biztosítani az orvosok létszámát, és nem lesz fennakadás az egészségügyi ellátásban. A városüzemeltetés is az a terület, ami ha jól működik, akkor észre se vesszük, mert akkor mindenki elégedett a környezetével. Ha viszont valahol egy icipici hiba van, akkor rögtön mindenki felháborodik. Itt mi az, ami kötelező az önkormányzat számára, és mi az, amit ezen felül biztosít? Az előbb ugye mondtam a kötelezően ellátandó feladatokat. Itt nagyjából ugye a közvilágításnak a biztosítása, a közterületeknek a kialakítása, közparkok kialakítása, de ugye itt nagyon fontos az is, hogy jó, kialakítunk közterületeket, közparkokat, de az is nagyon fontos, hogy azokat karbantartsuk. Városüzemeltetés és városgazdálkodási egyéb feladatok területén én azt gondolom, hogy mindent eddig is megtettünk a tavalyi évben is annak érdekében, hogy a városban lakók komfortosan érezzék magukat. Így lesz ez idén is, hiszen hasonlóan a gyógyászati központhoz itt is azért közel 1,5 milliárd forintot fogunk fordítani ezen feladatok ellátására. Itt alapvetően ugye köztisztaságnak a fenntartás, amivel nap mint nap találkozunk azért, ha járjuk a várost. Itt az úttisztítás, síkosságmentesítés, idén eddig hál' Istennek olyan nagyon nem volt erre szükség, de a szemétszállítás, az egyéb, nem a hulladék gazdálkodásra gondolok, hanem az egyéb szemétszállításnak a megoldására, tehát a köztisztaság fenntartása nagyon fontos feladat az önkormányzat számára, ezt a DC Dunakom ZRT-vel láttatjuk el közfeladatellátási szerződés keretében. Ugyanilyen fontos a park fenntartás. Ezzel is ugye nap mint nap találkozunk, ha járjuk a várost. Itt a rovarírtás, locsolás, virágládáknak a karbantartása, gajazás, növényeknek a telepítése. Tehát nagyon-nagyon sok elemből épül fel a parkfenntartás is. Ezek közé sorolhatjuk még a strandszolgáltatásnak a biztosítását, ugye, de ezen belül ebbe beletartozik természetesen az uszoda és a strandnak, a lakótelepen található strandnak a fenntartása, a helyi utaknak a fenntartása és karbantartása, tehát a kátyúzás és a földutaknak a karbantartása is ide tartozik a városüzemeltetéshez, vagy akár ugye most éppen aktuális a városi jégpályának az üzemeltetése és fenntartása, a buszvároknak a karbantartása, és tényleg sorolhatnám még az egyéb városi berendezéseknek a karbantartását is. De sorolhatnám még ezt a nagyon-nagyon hosszú listát, amelyet a DC Dunakom ZRT lát el, és én azt gondolom, hogy erre is nagy figyelmet fordítunk. Idén is, itt is azért egy olyan 3-4%-os emelkedést szeretnénk megvalósítani a támogatást illetően, hogy ezt a komfortérzetet fent tudjuk tartani a városlakók számára, illetve egy kicsit tudjuk növelni is. A kulturális, szociális, egészségügyi vagy éppen a városüzemeltetési feladatok mellett vannak egyéb támogatások, ami ismét csak egy jelentős összeg szokott lenni a város költségvetésében. Melyek ezek a támogatások, és mi az, ami prioritást élvez minden évben? Igen, ugye a kötelező feladatokat említettük itt az előbb, na ezek azok a tipikus, nem kötelező önkormányzati feladatok, amelyeket mi ellátunk, szintén annak érdekében, hogy jó legyen Pakson élni, hogy mindenki megtalálja a szabad idejében azt a tevékenységet, amelyet szívesen űzne és szívesen csinálna.
Tehát a támogatások is nagyon fontos elemei a költségvetésnek. Itt is több mint 1 milliárd forintot fordítunk a civil szervezeteink, egyházaink, egyéb szervezeteknek, akár a sportegyesületeknek a támogatására. Itt is nagyon hosszú egyébként a sor, amelyet fel tudnék sorolni, de azért egy-kettőt szeretnék mindenképpen megemlíteni. Ilyen például nagyon fontosnak tartom a Csengei Dénes Kulturális Központnak a támogatását. Közel 250 millió forintot fordít az önkormányzat ennek a kulturális intézménynek a fenntartására támogatás keretében, de ugyanilyen fontos a magas színvonalú működtetése, ha már nem kötelező önkormányzati feladatról beszélünk, a Városi Múzeumunknak a fenntartása és karbantartása, mert ugye van egy nagyon szép múzeumunk, 2016-ban került átadásra új épületben, tehát ezt a múzeumot azért természetesen fenn kell tartani, karban kell tartani erre. Én azt gondolom, hogy nagy figyelmet kell fordítanunk, hogy ne járjunk úgy, mint az elmúlt 30 évben gyakran járt úgy az önkormányzat, hogy nem fordít nagy figyelmet egy újonnan létrehozott vagy egy felújított épületére, és aztán az az enyészetté válik, és aztán sokkal drágább egyébként az újbóli felújítása, mintha évről évre odafigyelünk ezekre az intézményeinkre, és felújítjuk. A Csengei Dénes Kulturális Központra visszatérve ott is ugye ugyanez a folyamat látható, tetőszigetelés, kamaramoziterem kialakítása, nagyteremnek a karbantartása és felújítása. Tehát ezekre én azt gondolom, hogy nagyon nagy figyelmet kell fordítani. De a kulturális ágazatról egy kicsit átevezünk itt a sport egyesületeinknek a támogatására. Ezeket az egyesületeinket is támogatjuk, például a Paksi Sportegyesületet támogatjuk, a PSE-t, ugyanígy az Atomerőmű Sportegyesületet, annak ellenére ugye, hogy az az Atomerőműnek a sportegyesülete, de nagyon fontosnak tartjuk, mivel azért a város gyermekei is sportolnak ebben a sportegyesületben, hogy őket is támogassuk. Aztán a Dunakömlődi Sportegyesületet is támogatjuk, a Gyapaderbi Sportegyesületet is, tehát tényleg odafigyelünk azért itt a külső település részeken élőkre is, hogy a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni ezekben a sportegyesületekben. Az előbb említettem már az egyházak támogatását, ezt is erre is nagy figyelmet fordítunk, hogy mindegyik történelmi felekezetet támogassuk. Nyugdíjas klubjainkat is, a Városi és a Dunakömlődi Nyugdíjas Klubot is támogatjuk, a Tűzvirág Táncegyüttest támogatjuk, a Polgárőrséget, a Gastro Blues Fesztivál, szintén nagyon fontos a városmarketing szempontjából, turisztikai szempontból is természetesen, de ezen felül vannak olyan támogatásaink, amik nem is biztos, hogy ismertek a kedves tévénézők előtt, vagy a paksiak előtt, de ugyanolyan fontosnak tartjuk például a letelepedési támogatásunkat, tehát hogy a fiatalok ugye könnyebben tudják megteremteni az egzisztenciájukat itt Pakson. Ezt más városokban egyébként nem kötelező megtenni, és nagyon sok helyen nincs is ilyen. Újszülöttek életkezdési támogatását is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezzel is a fiatalokat tudjuk egy kicsit segíteni. Az orvosok támogatása, ugye az előbb beszéltünk az egészségügyről, az orvosokat mi ezen azon felül még, hogy ugye ilyen nagy összeget fordítunk itt az egészségügyre, külön fontosnak tartjuk, hogy az orvosainkat meg tudjuk tartani, így őket is a költségvetésből támogatjuk. Tehát vannak ilyen támogatási módszereink is, rendszereink is. Tehát, ahogy így látszik, azért a kulturális ágazattól, a sporton keresztül, az ifjúsági támogatásokon keresztül azért nagyon sokat fordítunk ezen civil egyesületek, vagy akár közvetlenül a fiatalok támogatására. Hangsúlyozom még egyszer, 1 milliárd forintot a költségvetésből. Mikor kezdődik, és technikailag hogy zajlik ez? Tehát a civil szervezeteket, sportegyesületeket, intézményvezetőket sorra leültetik, vagy jelzik egy költségvetés tervezetben az igényüket, és mikor kezdődik meg tényleg ez a munka? Ez már nagyon korán megkezdődik, novemberben elkezdődik a következő évnek a költségvetésének az összeállítása. Ilyenkor ez úgy kezdődik, mint egy rendes háztartásban, otthon,
leülünk, nyilván a pénzügyi osztály munkatársaival, és ugye mivel már nem először csinálják ezt, hanem évről évre megtörténik a költségvetésnek az összeállítása, ez úgy szokott történni, hogy először nyilván számba vesszük a bevételeket, mint minden rendes háztartásban. Így történik ez itt Pakson is. Jelen esetben ugye vannak működési bevételeink és felhalmozási bevételeink. A működési az nyilván, ami a működésre kell, hogy biztosítva legyen. Itt azt tudni kell, hogy az állami támogatást is igénybe vesz természetesen Paks önkormányzata. Ez körülbelül 1 milliárd 9 millió forint, amely az államháztartáson belülről érkezik, tehát közvetlenül állami támogatás. Ez eloszlik ugye a köznevelés támogatására, a szociális tevékenység támogatására, a kulturális tevékenység támogatására, amit az államtól kapunk. De itt egy nagyságrendet engedjen meg szerkesztő asszony, hogy megemlítsek. Az előbb beszéltünk a kulturális élet támogatásáról. Most az állami támogatásként érkezik 23 millió forint, mi ennek a 10-szeresét adjuk még hozzá ahhoz, hogy a kulturális életet támogassuk. Tehát 260-50 millió forintot teszünk még hozzá ehhez. Tehát az állami támogatás még a kötelező feladatokat sem fedezi minden esetben, de mi fontosnak tartjuk azt, hogy ez magas színvonalon működjön, ezért mondom, 10-szeresét is képesek vagyunk hozzátenni. Aztán vannak Európai Uniós támogatások is, akár a Proteus projektünknek a támogatása, a Nyitott Paksnak a támogatása, a Bölcsödének a támogatása, az OEP finanszírozás, amit már említettem. Adóbevételeink képezik még egy nagy részét, halmazát a bevételeknek, ez 6,5 milliárd forint körülbelül, előreláthatólag, és a felhalmozási bevételek között is szerepelnek Európai Uniós bevételek, mint egy 3,1 milliárd forint értékben. A működési bevételek egyébként olyan 10 milliárd forintot jelentenek, tehát így, ami bevételre számítunk, az olyan 13-14 milliárd forint. És akkor leülünk, megnézzük a bevételeket, és utána megnézzük a kiadási előirányzatokat, hogy akkor milyen kiadásokra lehet számítani. Itt mindig felmérjük azt, és ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy nyilván a kiadási előirányzatok nem sérthetik meg az önkormányzat, nem léphetik túl az önkormányzat kötelezően vállalt feladataira elkülönített összeget. Erre nagyon ügyelünk, de hát ugye az előbb mondtam, ezt nem is tesszük meg, mert még plusz a kötelező feladatokhoz is hozzá szoktunk tenni, hogy megfelelő színvonalon tudjuk ellátni ezeket a feladatokat, tehát ez nem is történik meg, csak ez egy alapelv, hogy nem sérülhet a kötelezően ellátott feladatok az önként vállalt feladatok terhére, vagy amit azon az oldalon vállalunk. Szóval kiadási előirányzatok akkor azok megvannak, és akkor utána a beruházások, felújításokra szoktunk áttérni, hogy mi az, ami marad, amit erre tudunk fordítani. Itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy mindig számba vesszük az előző évnek a pénzmaradványát, tehát azt, amire már elindult az előző évben a kivitelezés, például lakótelepközponti park, idén mondjuk ezt figyelembe kellett vennünk, meg egyéb Vácika utca, tömbelsők felújítása, Dunakömlődi utcának a felújítása, tehát sok-sok áthúzódó, úgy nevezzük áthúzódó beruházásaink vannak, amivel idén is számolnunk kell, mert kötelezettséget vállaltunk a tavalyi évben. Tehát vannak olyan beruházások, amelyekre már tavaly kötelezettséget vállaltunk, tehát még nem indult el, de már kötelezettséget vállaltunk, azokat is teljesítenünk kell, és ezeket is számba vesszük, és utána kijön egy végösszeg, ennek nullának kell lennie, tehát a bevétel, kiadás, annak egyensúlyban kell lennie, nullának, vagy egyformának kell lennie, nem lehet köztük különbség, és akkor így áll össze a költségvetés. Egyébként pedig, amit az imént ugye beszéltünk az intézményeink támogatásáról, ez pedig úgy történik, hogy nyilván szeretnénk azt, hogyha minden évben fejlődne is, fejlődnének is az intézményeink infrastruktúrálisan eszközökben, óvodákról, bölcsödékről beszélek, meg kulturális intézményeinkről, és úgy történik, hogy van a polgármesteri hivatalban a pénzügyi osztály, ott vannak ágazat felelősök, tehát aki a bölcsödéért, az óvodákért, kulturális intézményekért felelős pénzügyi
csoportvezető vagy vezető, az intézményeknek a vezetői novemberben, decemberben felkeresik az ágazatvezetőket, illetve adott esetben a polgármestert, leülünk, ők jönnek természetesen az általuk szakmailag összeállított igényekkel, mi az önkormányzat, a polgármester és az ágazatfelelősök a hivatalban, a szakemberek leülünk, és hát nyilván megnézzük, hogy melyek azok az igények, amelyek jogosak és teljesíthetők a józanész határain belül, de általában a rutinos és már sok éve intézményvezetőként dolgozó intézményvezetők nyilván már úgy jönnek, hogy, és ez minden esetben így van, hogy a realitás talaján maradva olyan igényeket állítanak össze, amelyek teljesíthetők is, és én azt gondolom, hogy mindig úgy tudunk felállni az asztaltól a tárgyalást követően, hogy a 2020-as költségvetésben, vagy az adott év költségvetésében általában azért én azt gondolom, hogy 80%-ban, 90%-ban szerepelnek azok az igények, amelyeket megfogalmaztak az intézményvezetők. Ilyenkor az év elején mennyire lehet biztos számokkal kalkulálni, például az adóbevételeket tekintve? Igen, az előbb említettem, hogy körülbelül 6,5 milliárd forint adóbevételre számítunk. Nagyon nehéz ezt előre megállapítani. Nyilván van iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó. Az építményadó és a gépjárműadó, meg vannak olyan adóbevételek, amivel azért lehet úgy számítani, hogy állandó. De azért az iparűzési adó az olyan, amely azért mozog egy bizonyos határon belül. Mi azért mindig úgy számolunk, ugye a jó városgazdálkodás értekében, meg a gondos gazda szempontjából, hogy mindig a minimumot állítjuk be, amit a bevételi oldalon tudunk majd a későbbiekben realizálni. Így sor kerülhet arra, és erre azért van számos alkalom, hogy módosítanunk kell a költségvetést pozitív irányban. Tehát az adóbevételekkel mindig úgy számolunk, hogy a minimum, hogy nehogy ugye olyan helyzetbe kerüljünk, hogy itt akkor most 8, csak mondok egy példát, 8 milliárd adóbevétellel számolunk, és nehogy Isten csak 6,5 milliárd jön be, mert akkor nem tudjuk egyensúlyban tartani a költségvetést. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megőrizzük a józanságunkat egy-egy beruházás vagy a költségvetés összeállítása kapcsán, és inkább törekedjünk a minimumra, mint hogy utána úgy járjunk, hogy nem tudjuk teljesíteni a kitűzött célokat. Említette az EU-s projekteket, néhányat, amelyik jelenleg is zajlik. Minden évben szerencsére beszámolhatunk arról, hogy vannak nyertes pályázatok, ami ugye módosítja a költségvetést, és plusz bevételt jelent az önkormányzatnak. Mi a vezérelv? Tehát mi az, amire pályázik egy önkormányzat, a paksi önkormányzat, és mi az, amire nem? Mert gondolom a pályázatosok folyamatosan figyelik a lehetőségeket. Ez így van, folyamatosan figyelik a pályázati lehetőséget a munkatársaink a pályázati osztályon. Igen, ezt követően pedig nyilván felkeresik a polgármestert és én aztán a képviselőtestületet, és nyilván azokat a pályázatokat próbáljuk meg bevonzani a kis költségvetésünkbe, amelyekre szükség van. Itt most kiemelnék mondjuk kettőt ezek közül. Az egyik ugye a topos pályázaton elnyert Kápolna utcai bölcsödénknek a felújítása. Erre azért van szükség, nyilvánvaló, mivel a férőhelyek száma korlátozott volt eddig, sokkal nagyobb volt az igény a bölcsödei férőhelyekre, mint mi azt biztosítani tudtuk, így úgy döntöttünk, hogy a Kápolna utcai bölcsödét újra nyitjuk. Ehhez viszont nyilván magát az infrastruktúrát is fel kell újítani, meg a berendezéseket, stb. Stb. Ez nem egy kis összeg, egy bölcsödének a teljes körű felújításait udvarral, mindennel együtt. Erre nyertünk idén 927 millió forintot. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előremutató dolog. Tehát például ez a pályázat, ez így történt meg, hogy akkor arra pályáztunk, amire szükség van. És mondanám a másikat, amely egy teljesen friss pályázati forrás, ez a Nyitott Paks címet viseli. Ez összefüggésben van a Paks 2-es beruházással, és arra vonatkozik, hogy nyilván itt az elkövetkezendő időszakban jelentősen meg fog növekedni a Pakson élőknek a száma.
és hogy az ideérkezőket minél zökkenőmentesebben tudjuk integrálni majd a helyi társadalomba, ahhoz nyertünk, vagy ehhez a célhoz nyertünk nyitott Paks címen közel 500 millió forintot, hogy nyilván fejlesszük a turisztikai látványosságainkat, infopontokat állítsunk fel, olyan rendezvényeket szervezzünk, ahol meg tudjuk oldani ezt az integrációt, ezt a beilleszkedést, és hát nagyon sok olyan dolgot is meg tudunk valósítani ebből a pályázatból, amely a már itt élő paksiak komfortérzetét szolgálja. Említett már néhányat a tervezett beruházások közül, de akkor a 24,5 milliárdos főösszegből hány milliárd forint fordítódik idén majd beruházásra, és melyek azok a beruházások, amelyek mindenképpen megvalósulnak? Igen, az előbb említettem az áthúzódó beruházásainkat, ugye a lakótelep központi térnek a kivitelezése, Kurcsató utcai tömbelsőnek a kivitelezése, kamaramozi teremnek a megvalósítása, Vácika utca, Dunakömlődi útnak a felújítása, tehát ezek azért az idei költségvetést is fogják terhelni mindenféleképpen, és úgy kell elképzelni a jelenlegi költségvetést, mint amelyen mondjuk 2018-ban volt. Tehát azért mi tervezünk hosszú távon természetesen, amikor egy költségvetést állítunk össze. 2018-as év is, sokszor említettem én ezt annak idején, meg kommunikáltam, hogy a tervezések éve volt. Amikor ugye előkészítünk egy-egy nagyon komoly beruházást. Megtervezzük, hogy amikor már a forrás is rendelkezésre áll, ne menjen el azzal az idő, hogy még terveztetni kell, mert az egy hosszú folyamat, például egy lakótelep központi park esetében az majdnem egy évet vesz igénybe csak a tervezés. Tehát, hogy ne menjen el az idő még a tervezéssel, mi úgy gondoljuk, hogy előre elkészítjük a terveket, és lehet, hogy nincs annyira látványos beruházás egy adott évben, de akkor előkészülünk a következő évre, amikor ezek a beruházások, ezek a tervek megvalósulnak. Így most is körülbelül erre lehet egyébként számítani, hogy a jelenleg futó beruházásainkat megvalósítjuk ebben az évben, a 2020-as esztendőben, nyilván áthúzódó beruházásokról is van szó, de idén tervezünk, és a 2021. évben pedig az idén megtervezett beruházásainkat tudjuk megint csak elindítani, és akkor elkerülhető lesz egyébként az a helyzet is, amit azért sokszor, vagy nem sokszor, de néhányan már megemlítettek számomra, hogy miért kell mindent egyszerre feltúrni a városban. Ennek én egyébként örülök. Inkább túrjunk fel mindent egyszerre a városba, mint hogy évekig ne történjen semmi. Tehát körülbelül így kell elképzelni a jövő évi, vagy az idei évi terveinket. Nagyon fontos számunkra idén, hogy megvalósuljon az új városközpontnak a tulajdonviszonyainak a rendezése. Erre vonatkozólag Süli János miniszter úr közbenjárására azért már egy jelentős összeget kaptunk az idei esztendőre is, 1,9 milliárd forintot, hogy ott majd, miután rendeztük a tulajdonviszonyokat, megindulhassanak a beruházások, úgyhogy ez egy nagyon fontos cél, illetve megint csak a hosszú távú terveink között szerepel egyrészt ugye a Dunapartnak a megújítása, valamint a Dózsa-György útnak a hátralévő szakaszának, tehát a Kereszt utcától, a Könyvtártól egészen a 6-os útig terjedő szakaszának a teljes körű felújítása. Ezeket a beruházásainkat is majd szeretnénk még akár idén elkezdeni, de ha idén nem is, a jövő évben mindenféleképpen. És igen, az előbb ugye beszéltünk itt a költségvetésnek a fő összegéről. Ugye nyilván a beruházásokat ez jelentősen érinti. Az előbb már említettem, hogy 25 milliárd forint lesz körülbelül idén a fő összeg. Ebből azért azt tudni kell, itt az előbb úgy említettem az áthúzódó beruházásainkat, ebből 12,5 milliárd forint csak az áthúzódó beruházások. Ezek közé tartozik például az a 8 milliárd forintos kormányzati támogatást, amelyet Süli János miniszter úr közbenjárásának köszönhetünk. Abból idénre körülbelül azért még maradt egy olyan 4-5 milliárd forint, ami áthúzódó, és meg kell valósítanunk. Ezen felül ugye a kétszer
2 milliárd forintos támogatást, szintén említettem az egyiket, amely az Újváros központnak a tulajdonviszonyait rendezi, illetve a vízi közműhálózatnak a teljes körű felújítására a másik 2 milliárd forint, tehát ez is a költségvetésbe tartozik még természetesen, és ha így lecsupaszítjuk ezt a költségvetést ezekkel a támogatásokkal, akkor marad az előbb említett, vagy még a műsor elején említett közel 13-14 milliárd forint, és azt is tudni kell azonban, hogy minden évben egy olyan 1,5-2 milliárd forintot tud Paksváros önkormányzata fordítani beruházásokra, felújításokra. Ez idén is így van, csak megint ismétlem magam, az áthúzódó beruházásaink miatt ezek már lekötöttek. Tehát csak egy példát mondok, a Vácika utca például, Vácika utcának a kivitelezése az idei évi költségvetésből mondjuk 800 millió forintot köt le, a Dunakömlődi utca is leköt egy 100 millió forintot egészen biztosan, tehát ha az áthúzódó beruházásainkat vesszük, akkor ez a 2 milliárd forint, 1,5-2 milliárd forint, amelyet minden évben beruházásokra, felújításokra tudunk költeni, ez már benne van abban az áthúzódó beruházásokban, amelyeket idén fejezünk be. Kormányzati támogatásként érkezett ugye a 8 milliárd meg a 2x2 milliárd forint. Ezek célzott támogatások, címkézett pénzek. Mennyire sikerül összhangba hozni a paksi önkormányzat elképzeléseit, illetve az atomerőmű beruházás miatti terveket? Itt mindennel összefügg. Így van. Már eleve a tervezés során is úgy igényeljük ezt az összeget, amit szerkesztőasszony említett, hogy címkézett beruházások. Valóban a Magyarország kormánya ezt úgy utalja Paksváros önkormányzata számára, hogy településfejlesztési céllal, de nyilván ezt az utalást, vagy ezt a kiutalást, ennek a pénznek a kiutalását megelőzi azért egy egyeztető tárgyalás a Paks 2-vel, illetve az államtitkársággal, a kerítésen kívüli államtitkársággal, Becskázi Attila államtitkár úrral szoktunk erről tárgyalni, hogy mire van szüksége Paksnak, amely nyilván azért összefüggésben van a Paks 2-es beruházással is, és ez alapján áll össze. Egyébként állnak össze ezek a fejlesztési terveink, úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen összefügg a kettő egymással, és ráadásul úgy szoktuk ezeket megállapítani, hogy már a már itt élők is profitáljanak ezekből a beruházásokból, de megint csak ismételni tudnám önmagam, ugye itt az utcafelújítások kapcsán ezek is szerepelnek, a Dunakömlődi utca, a útnak a felújítása, vagy a Kömlődi út felújítása, vagy a Gesztenyés útnak a felújítása, amely már befejeződött, az Anna utca felújítása is befejeződött. Ezek azért ám mind-mind részét képezik ezeknek a címkézett, célzott kormányzati támogatásoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt ilyen nagyon jól megtaláljuk azért az összhangot, hogy a már meglévő infrastruktúra is fejlődjön, és az új infrastruktúrák létrehozásával megfeleljünk a Paks 2-es beruházásból fakadó elvárásoknak is. A 2019-es költségvetést, ha jól emlékszem, 7-szer módosították, pont a jellemzően az említett tételek miatt. Számítanak arra, hogy a 2020-as költségvetést is majd módosítani kell, például támogatás miatt? Számítunk. Nem csak Becskázi államtitkár úrral szoktunk tárgyalni, hanem Süli János miniszter úrral is, azért havi szinten, sőt, most már egyre gyakrabban ülünk le és tárgyalunk a városfejlesztési elképzeléseinkről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy idén is számítunk arra, hogy miniszter úrnak a közbenjárására Magyarország kormánya ismét csak szívén viseli a Paks 2-es beruházást, és ennek kapcsán én azt gondolom, hogy figyelmet fognak fordítani a befogadó városnak a fejlesztésére is. Tehát igen, számítunk kormányzati támogatásra, és ennek kapcsán hála Istennek módosítanunk kell majd reményeink szerint a 2020-as évi költségvetést is. Itt azért azt szeretném megint megemlíteni, hogy amikor költségvetés módosításról van szó, az nem egy ördögtől való dolog, sőt,
az elmúlt 3-4 esztendőben mindig, igen, mindig sikerült pozitív irányban módosítani a költségvetésünket, tehát egyre több forrásból tudtunk gazdálkodni, köszönhetően megint csak ugye miniszter úr és a Magyarország kormányával való nagyon jó együttműködésnek. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm kitüntető figyelmüket. Február 12-én tárgyalja majd a képviselőtestület a 2020-as költségvetés tervezetet, az ülést akkor is élőben közvetíti majd a Telepaks, felvételről pedig megtekinthető lesz a www.telepaks.net oldalon. Tartsanak velünk majd akkor is, szép estét kívánok, viszontlátásra!